A Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét, Glasz Ferencet, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, magyar politikai pártjaink vezetőit, képviselőit, a Történelmi Vegyes Bizottságok szerb részének magyar tagjait, történelmi egyházaink képviselőit, történészeket köszönhetett a VMS által szervezett konferencián a párt elnöke. Pásztor István kiemelte, amikor a 40-es évek történéseiről beszélünk, abban sok mindent kimondtunk már és bevallottunk. Erőteljesebben él bennünk az elvárás és ambíció, hogy ez a fajta viselkedés viszont válaszra találjon, és hogy a 44-es, 45-ös események kapcsán egy hasonló folyamat eredményeképpen nyugvó pontra tudjon kerülni a történet. Jövőkép és megbékélés csak a múlt feldolgozásával lehet. Ezt már a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke mondta. Glasz Ferenc szerint a holtakat, az áldozatokat számba kell venni, az emléktáblákat és kegyhelyeket őrizni kell, a múltat pedig be kell vallani. Egyben arra is emlékeztetett, hogy a II. Világháborút követően Magyarország volt az első és egyetlen állam, amely saját háborús bűneit beismerte és elnézést kért, a tetteseket pedig bíróság elé állította. Ami nem tudjuk egymással elszámolni, nem csak Csurok, nem csak Abja kérdésében, nem tudunk egymással elszámolni 44-45 kérdésében, ami nem tudunk elszámolni egymással a felvidéki kitelepítések ügyében, addig mindig is gyanúval fogunk egymásra nézni. És amíg nem tudunk elszámolni a kisebbségi egyenjogúság kérdésében, addig nem fogunk tudni egymással bizalmasan beszélni. A konferencia résztvevői záró nyilatkozatot fogadtak el, amelyen többek között az áll, hogy a vajdaságban elkövetett bűnök beismerése mindezidáig egyoldalú volt. A múlt sötét árnyaival való kritikai szembenézés szükségessége az elmúlt évtizedekben csupán a magyar oldalon fogalmazódott meg, s vált jelentős tudományos és művészeti alkotásoknak köszönhetően kultúránk szerves részévé. Az őszinte megbékéléshez azonban nélkülözhetetlen a kölcsönösség.